Repül a világhír felé Krausz Kristóf, mégpedig szuperszónikus sebességgel. A most 15 éves paksi profi BMX versenyzőt a világ legjobbjai között tartják számon. Kiskoromban motocrosszal kezdtem, és igazából így időhiányában átváltottam BMX-re, mert kicsivel komfortosabb volt, így nem kellett ilyen sokat utazni, és nem tudom, igazából ilyen szabadságérzetet érzek, amikor tudok BMX-ezni. Ilyen jó érzés szállni jó nagyokat. 2 éve kezdtem el így komolyabban BMX-ezni, 1 éve járok versenyekre, és igazából így 1 éve figyeltek föl így valamennyire rám. Idén nekem a junior elfíz volt, azt szerencsére sikerült megnyernem. Azon indultak ausztráliaiak, japán bajnok, igazából mindenki a világon. És így az volt idén nekem így a legnagyobb versenyem. 5 darab zsíri van, általában igazából néznek mindent. Stílust, trükknehézséget, pályakihasználtságot. Olimpiára szeretnék kijutni. Igazából az így a nagy álmom. Próbálkozok, meg edzek hozzá sokat, csak itthon nem annyira vannak olyan nagyon nagy pályák, amin föl lehetne készülni. Sokat járok külföldre, és igazából jó lenne, hogyha itthon is lennének ilyen olyan nagy pályák, mint külföldön. Novemberben Moszkvában a felnőtt Európa-bajnokságon ő képviselte Magyarországot, ahol fiatal kora ellenére 16. helyen végzett. Nagyon komoly családi háttér és anyagi fedezet kell mindahhoz, hogy edzeni és versenyezni tudjon. Mindebben a menedzser édesapa van segítségére. Körülbelül 2 évvel ezelőtt kicsit elkezdtem többet hordani így pályára, freestyle pályára a Kristófot, és akkor ott igazából aki ott a szakmabéli, ők javasolták, hogy vigyem többet, mert nagyon ügyes. És akkor 2 évvel ezelőtt elkezdtem vinni többet pályára, és nagyon-nagyon gyorsan fejlődött. Olyan gyorsan, hogy nem is értette senki, hogy szinte fél év alatt olyan trükköket tudott már megcsinálni, amire más vár 5-6-8-10 évet. Az idén igazából, ami sokat jelentett számunkra, azok a korosztályos versenyei. Ez a junior elfíz, ez egy világverseny. Itt ezt a Kristóf megnyerte, tehát hivatalosan ő most világ első a korosztályában. Plusz most 2021-ben az U17-ben versenyzett Franciaországban a FIS versenyeken, nagy pályákon, azokat is megnyerte, tehát most FIS overall győztes is lett. Azon kívül magyar felnőtt profi országos bajnokságban ezüstérmes lett. Szerintem ilyen még nem volt, hogy 15 évesen valaki dobogós lett. Krausz Kristóf álma a 2024-es olimpia, melyre esélyei nagyban megnőnének, ha a Pakson megvalósulna egy professzionális BMX pálya, hisz jelenleg a 150 kilométerre lévő eszékre jár edzeni.